Új politikai irányvonalra van szüksége Magyarországnak és a jobboldali közösségnek, mondta Lukács László, a Jobbik alelnöke sajtótájékoztatóján. Az újratervezés egyik apropóját a jászberényi időközi választás eredménye adta, ahol megállapítást nyert, mi az a sikeres modell, amellyel ismét közel kerülhetnek az emberekhez. Lukács László Györgyöt, a Jobbik alelnökét kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Frakcióvezető úr, én Lukács összes, hogy mondjam, felhasználó lettem, hogyha értem, mire gondolok. Megnéztem az egyenes beszédben is, meg a sajtótájékoztatójának a videóját is, úgyhogy ezek alapján hadd kérdezzem meg, jó, hogy mi ez a pártmentes politika, amit meghirdettek? Igen, ezt úgy lehet talán legtalálóbban összefoglalni, ezt megnevezni. Egyébként mi is gondban voltunk a névvel, hogy mi fedi le legjobban azt. Ez érződik a néven. Igen, amit szeretnénk. Ez igazából, és higgyel, András, körülbelül egy olyan, szerintem 3-4 napunk arra ment rá, hogy kitaláljunk egy jobbat, és nem volt egy szinonima szótártól kezdve. Nagyon nehéz összefoglalni, akkor elmondom egy mondatból, hogy ez mi lenne. Jó. Ez egy olyan önkormányzatiság, és olyan önkormányzatokat szeretnénk, amely a központi párt érdekektől mentesen tud működni. Tehát ez azt jelenti, hogy a pártoknak a központi vezetése nem az érdekei alapján használja, vagy kihasználja az önkormányzatokat, hanem az önkormányzatokban lévő emberek a helyi érdekek és a helyi közösségeknek megfelelő döntéseket hoznak. Tehát lényegében lokálpatrióták. Egyébként gondolkoztunk ezen a szón is, hogy mennyire lehet használni. Úgy gondoljuk, hogy ezt azért még most már jobban ismerik az emberek, hogy mit jelent az, hogy valaki lokálpatrióta. Mi azt szeretnénk, hogy ilyen önkormányzatok legyenek, amelyben bár valószínűleg ott lesznek a pártoknak az emberek, de ők elsősorban nem pártként gondolkoznak, és nem pártfejjel, és nem párt érdekeket hajtanak végre, hanem a helyi érdeket szerint cselekszenek. Szerintem ez lenne a normális önkormányzati működés. Mondom úgy, hogy egyébként 4 éven keresztül önkormányzati képviselő voltam, és az az időszak volt, amikor nagyjából kezdett minden elromlani, és ketté osztott az ország fideszesre, nem fideszesre. Ezt kellene most már meghaladni, mert úgy veszük észre, hogy a helyi közösségek életét semennyire nem segíti azt, hogy ennyire ketté osztott a társadalom. Lényegében akkor arról van szó, és lehet, hogy ez a kifejezés talán jobb lett volna, de nem, én nem, hogy mondjam, senki nem vagyok ebből a szempontból. Pártpolitika mentes önkormányzati politika, nem? Tehát ez sem teljesen fedi, mert igen, én biztos vagyok benne, hogy lesznek nagyon sokan olyanok, és van nagyon sok tehetséges baloldali, jobboldali, liberális vagy zöld politikus, aki egyébként magát pártpolitikusnak is tartja, és a pártjához erős kötődése van. De ennél a kötődésnél lényegesen erősebb azt, amit a helyi ügyek iránt érez, és a helyi dolgokban tud képviselni, és éppen ezért azokat az érdekeit és ezt a fajta gondolkodást az elé helyezi a saját pártpolitikai érdekeinket. De azt mondom, hogy nagyon nehéz volt megtalálni a megfelelő szót rá, talán nincs is rá. Gondolkoztunk olyan is, hogy párt, tehát zéró pártos, tehát, de az ugye a pártokat zárja ki ebben az esetben, amire egyébként szerintem érdemes. Pártoskodásmentes, pártoskodás. Így van. Igen. Érdemes ezen elgondolkozni, igen, tehát hogy ezt hozzáteszem a hallgatóknak, hogy ez az ötlet, ez 2019-ben a második reformkor alapítványtól származik. Uh-huh. Ők ennél lényegesen extrémebb ötlettel álltak elő, ami most úgy néz ki, hogy megvalósíthatatlan, tehát lényegében az összes pártot kizárna, meg még azokat is, akik korábban pártszínekben indultak, így mondjuk a főpolgármester, vagy a most győztes Budai Lóránt sem tudná elindulni, és a közösségek elveszítenék azokat az embereket, akik egyébként jó vezetők, akik tudnak politika felett állóan gondolkozni, és a helyi érdekeket veszik figyelembe. Biztos, hogy nem fog egyet érteni, de tulajdonképpen Mirkóczki Ádám is erre tett kísérletet Egerben. Egyébként erre tett kísérletet, és amikor ő a Jobbikból annak idején kilépett, ezt egyeztette velünk. Tehát ez úgy történt, hogy ő elmondta a saját problémáját ebben, hogy a helyi politikai viszályokra tekintette, neki távolodnia kell a napi politikát jelentő Jobbiktól, és attól, amit akkor a pártok képviseltek, és ő ezért kilépett a Jobbikból, tehát ezt mi tudtuk, és ezt mi ezt jóvá is hagytuk, és egyet is értettünk vele, hogyha a helyi kérdéseknek a megoldásában itt ez előre viszi, és bárhonnan is jött ilyen kérdés, akkor mindig bátorítottuk rá ezt a képviselőnket, ezt a polgármesterünket, hogy ezt tegye meg, mert mégiscsak a helyi ügyeket kell neki tisztáznia, és a választáson arra vállalt felelősséget, hogy ezt a közösséget a legjobb képessége szerint vezeti. Tegnap esti egyenes beszéd interjúban utalta arra, hogy a jászberényi győzőhöz hasonlóan ön is ebből a térségből érkezik. Ugye? Mit lehet arról mondani, mert sokan azt a következtetést szűrik le, hogy tulajdonképpen a demokratikus koalíció félretétele
az most vizsgázott igazából Jászberényben, és hogy lám-lám, a legnagyobb ellenzéki párt nélkül is lehet olyan eredményt elérni, amely legyőzi a Fideszt. Ez úgy vizsgázott, hogy azt kell kimondani, hogy minden párt nélkül, tehát bármelyik erős pártnak a félretételével is lehet győzni. Pontosan ezért, mert a helyi közösségek és a helyi érdekek, és ezek a személyek, akik ezt képviselik, ha összeadódnak, lényegében hitelesebbek és alkalmasabbak, ez egy modernebb eszköz arra, hogy győzzenek, és éppen ezért alkalmas arra, hogy elérjék a kívánt eredményt. Tehát függetlenül, hogy most Jászberény, mert a DK nem segítette így a kampányt, bár nekem polgármesterről azt mondta, hogy nagyon sok DK-s szavazónak a szavazatára számíthatod, tehát ott sem szabad összekeverni azt, hogy mi a párt központi érdeke, és a szavazóknak egyébként mi a párt preferenciája, de amúgy helyben ők kit kedvelnek és kire teszik a lapot, tehát ezeket nem szabad összekeverni, de ez mutatja, és ez is arra mutatott rá, hogy nem a pártok körül kell, hogy forogjon az önkormányzati választás és az önkormányzati élet. És azt is hozzáteszem, ez nem csak az ellenzék számára hasznos, ez a fideszesek számára is hasznos lenne, hiszen őket is nagyon sokszor gúzsba köti az a pártfegyelem, vagy az a központi utasítás, ami nagyon sokszor azt eredményezi, hogy észszerűtlen döntések vannak, és gyakorlatilag a helyi közös tudással mennek szemben, és ez roncsolja egyébként a politikának, sőt, roncsolja az egész közéletnek a megítélését. Ön biztos jobban belelát, ezért is kérdeztem, hogy ugye ismeri a terepet, hogy mire vezetett oda, hogy ez nem egy kis település Jászberény, de mégis ugye nagyon közel van Pest megyéhez, ahol azt mondják, hogy a Fidesznek korlátlan a bázisa, tehát nagyon nehéz legyőzni a fővároson kívüli térségben a kis településeken, de Jászberény ugye közel van Pesthez, vagy nincsen túl távol, és mégis van egy, jó, hát mondjuk a részvételről lehet beszélni, de van egy kétharmados győzelem. Mi az oka ennek? Mert ugye mindig a helyi adottságban kell keresni. Én egyébként nagykunsági vagyok, tehát ez a Jászságtól jókora távolságban van, ezért mégiscsak egy vármegyében vagyunk, hogyha lehet ilyen stílusosan mondani. Abszolút lehet stílusosan, hiszen ez a lényeg. Igen, ha mögé nézzünk a dolgoknak, azt kell látni, hogy Jászberényben, és az elmúlt időszak is azt mutat, hiszen nem először nyert Budai Lóránt, mernek szabadabban gondolkozni, és valamiért olyan közösség van, amit azzal a szokásos fenyegetéssel, erőgyakorlással, erőfitoktatással, ami az elmúlt időszakban a kormánypártok részéről ment, és őket nem lehet legyőzni, meggyőzni. Az emberek világosan látják, hogy aki jó a helyi közösség érdekének, aki jót tesz a városért, és egyébként egy szerethető karakter, és szerintük méltó polgármesternek, őt meg fogják szavazni, teljesen mindegy, hogy milyen színekben megy. Hozzáteszem, biztos van olyan kormánypárti képviselő is, vagy polgármester, aki jól végzi, nagyon jól végzi a munkáját, és szerethető közösségi ember. Őt is egyébként érdemes lenne a pártpolitika alól ilyen téren felszabadítani. Emlékszünk rá, régebben sokkal több független, és valójában független polgármester volt, akik éveken, évtizedeken keresztül mindenki megelégedésére végezték. Összegezve, hogy mi vezetett oda, szerintem nagyon sok helyi tényező, ezt helyben kell vizsgálni, nem biztos, hogy országos recept adható rá, abban adható országos recept, hogy miként álljanak hozzá a pártok az önkormányzati választásokhoz. Mi ezt kíséreltük meg, és ezt próbáljuk a többieknek is elmagyarázni és javasolni, hogy ők is így gondolkozzanak, és lépjenek őt is erre az útra. Hát a pártelnöke is értékelt a Jászberényi győzelem után, és van egy paradoxon, nem tudom, hogy sikerül-e önnek ezt feloldani, hogy ugye az ellenzéki pártoknak önkritikát kell gyakorolniuk, de be kell látni, hogy sokszor telepedtek rá a helyi politikára, ugye túlzott mértékben. Na de a Jobbiknak végül is a vidéki bázis visszaszerzésében van feladata, ha ugyanazt a támogatottságot szeretné elérni, mint mondjuk 5-6-8 éve. Nem érzem mögötte, azért, mert nyilván minden párt arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb legyen. Az akkori támogatottság az egy néppárti Jobbik volt, ami ugye egy radikális útról érkezett, és igyekezett mindenkit megszólítani. Mi most egy olyan Jobbikot építünk, ami egy konzervatív és jobboldali politikát visz. Nem arról szól, hogy nem szeretnénk másoknak megfelelő politikát készíteni, de elsősorban minket azok a
vállalkozások, azok a középosztálybeliek, azok a mondjuk úgy, hogy a valódi középosztályhoz tartozó emberek érdekelnek elsősorban, akik a konzervativizmust tudják megjeleníteni. Mi őket szeretnénk elsősorban megszólítani, de a helyi ügyekben mindenkit szeretnénk megszólítani, aki egyetért azzal, hogy a helyi érdeket mentén kell politizálni. Én nem érzem el ezzel a különbséget a Jobbiknak, természetesen a gyarapodásra, a növekedésre kell koncentrálnia, de szimplán azért, hogy az embereket egy jó konzervatív és hiteles politikával tudjuk segíteni. Ez szerintem most Magyarországon én nem hiszem, hogy 20-30%-os támogatottságot jelentene, az egy inkább néppárti pártról beszélünk. Hát ebben a néppártosodásban nyilván az európai felvételük segítene, nem, hogy az Európai Néppártnak... Világos, az is egy ilyen érdekes közeg, bár ott is ugye szerintem havonta változik, hogy éppen ki kell, hogy áll akár az Európai Néppárt, vagy az ottani konzervatívok. Mindenesetre ott is próbáljuk rendezni a kapcsolatainkat. Az az ő fogadókészségünk mindig, de minket elsősorban az érdekel, hogy Magyarországon milyen politikát és hogy lehet folytatni. Ha ez máshol egyébként pozitív fogadtatásra talál európai közösségben, akkor mi nyitottak vagyunk arra, hogy bárkivel tárgyaljunk közülük. Na, akkor már csak az utolsó kérdésem van, hogy ez a pártmentesség vagy pártérdekmentesség segíthet-e abban, hogy sok budai Lórántot találjanak a helyi közösségekben? És hogyha igen, akkor hogy lehet úgy számukra vonzó alternatívát vagy védelmet nyújtani, ugye, hogy ne gyilkolják karakterileg le, hogy egyébként a Jobbik nem telepszik rá a helyi politikára? Hát pontosan így, tehát ez a visszafele indulva, hogy a párt nem telepszik rá, nincsenek külön elvárásai, nem szeretne a jövőben a saját párt érdekének megfelelően beleszólni a helyi ügyeknek az irányításába, és hogyha ezt valaki elmondja, kommunikálja, és egy jó jelölt van hozzá, amit a helyi közösségek választottak, az emberek érzik és látják, hogy az ember megfelelő lesz. Tehát a választóknak mindig... És vállalja is azt, hogy jönnek szembe totálisan a kormánypárti médiumokon keresztül? Ebben szerintem az ellenzéki közösség az mindig összezárt, és mindig egységesen segítette egymást. Tehát itt függetlenül, hogy ki milyen párthoz tartozott, ebben szerintem az elmúlt időszakban, mivel egyfajta hatalmas nagy ilyen gonosz erővel küzdöttünk, itt mindenki egymást segítette, és a mindenféle lejáratás ellen szerintem a többi párt is, és minden közösség igyekezett védeni. Nagyon sokszor ugye ezek igazságtalan, sőt, mindig igazságtalan és hamis vádak voltak. Van már egy ilyen immunrendszer, ezt az immunrendszert azért szeretnénk átadni azoknak, akik helyben elindulnak, és szeretnénk őket is megvédeni, de helyben talán ezek kevésbé károsak, vagy kevésbé sikeres lejárató kampányok, de persze vigyázni kell rájuk. Mi azt a lehetőséget tudjuk megadni, hogy nem pártozza őket össze senki, és ők helyben tudnak valódi sikeres politikát előkészíteni, és utána végrehajtani. Alelnök úr, frakcióvezető úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Viszont.